Az Anton Vezúv története 2010 környékén kezdődött azzal, hogy az énekes dalszerző Steve elvonulva a külvilágtól pár évet egy budapesti pincében élt, ahol dalok írásával töltötte idejét. A számok ekkor elkezdték keresni gazdájukat, ám sokáig nem is kellett várniuk, mert néhány hónapon belül összeállt a zeneke, amely már Anton Vezúv néven kezdte gondozni Steve különleges szerzeményeit. Az Anton Vezúv első nagylemeze, az Into the Sea 2014. szeptemberében jelent meg. Just one wrong, just one step, I lose my senses, I lose my head. You got rainbow, we gloss it away. She will come back. Hide and squat, shout your names. It's her still playing games. No, she will come back. Egy 2012-ben alakult budapesti rockzenekar. A színpadon a kitekert, fázos témák dominálnak, zenéknek leginkább a desert, a stoner és a garage rock stílus elemeivel lehet körülírni. Itthoni koncertjeik mellett többször turnéztak már Nyugat-Európa nagyvárosaiban, Londonban, Párizsban, Berlinben, Manchesterben, Leedsben és Bánban.
Dalszerző, énekes és gitáros 13 éves korában írt először dalt, és azóta nem is tudta abba hagyni. Váratlan pillanatokban születnek az ötletek, melyeket általában esténként Cruise Tito társaságában dolgoz ki. Ezt követően zenésztársaival a próbateremben közösen hangszerelik meg a dalokat. Kicsit közelebb hajolj elém, hadd ne lássam a fényt. Olyan életszerű minden mozdulat, mégis idegen. Felemel a tekintetet, de ide nem tart. I'm
magidom térgeometriai fogalom. Azon támadáspontok mértani helye, amelyekkel ható F-erő esetén a keresztmetszeten csak egyféle előjelű feszültségek keletkeznek. A magidom zenekar. Négy idom alkotta, gitár alapú poprock formáció. A magidom zenekar nem sokat tud a térgeometriáról, de a feszültségre előjeltől függetlenül érzékeny, tapasztalja és oldani igyekszik. Én kemény leszek és férfias. Oké, de csak szapulnál. A mai elmarad. Hogy beszéljünk komolyan, ha neked olyan az ilyen, és nekem ilyen az olyan. Hogy megoldható feladat lennék, azt soha nem mondtam. Tetszik, amilyen vagy? A fehér nem női szexik. Ó, ha ez tényleg így van, akkor miért nem mondtad eddig? Miért is szóltam volna, amikor így könnyebb szeretni? Nem is vártam semmit, nem vagy természet feletti. Jazz, funk és hip-hop műfajban alkotó Köles Eliza évek óta valósítja meg saját elképzeléseit zenekari formában. A Csetomás program segítségével egy meghökkentő, energikus, új projekttel áll elő, mely zenéleg és egyben vizuálisan is hatást gyakorol minden érdeklődőre. Sick girls tonight. Hey, hey, you dancing queen. You on the man if you shake your hips like.
down, shake, shake it down. You know you love it. A mai koncertre a Stabil Frazil zenekar hozott 5 új dalt, amit így most a Csetamás programon keresztül, illetve a Csetamás program támogatásával készülő lemezünkhöz készítettünk kifejezetten. A Stabil Frazil zenekarnak van egy ilyen saját magáta formált kis stílusa, ez a Dirty Ska Boy, ami így nevezzük ezt. Alapvetően a ska zene elemeiből táplálkozó zenéről beszélünk, tehát a ska zene alapjaira épített zene, de van népi hegedű, akkor van szintetizátorunk, fúvosok, illetve a zenekar tagjai régebben egész másfajta zenét játszottak, amit ugye magukkal hoztak, azt a kis mentalitás, mindenki ahonnan jött, van aki a metal zenéből jött, van aki a klasszikusok, a szimfonikusok közül, és akkor ebből kifort egy ilyen kis stílus. Say something, but today because it's the end of a time. A Say Something című dalunk, amit az első albumról játszottunk, az egy ilyen vastag basszussal és hörgő gitárokkal megtámogatott dal volt, és ehhez csináltunk most egy akusztikus változatot. Ezt még így soha nem játszottuk, bár egyébként ez volt a dalnak a legelső eredeti koncepciója. Úgyhogy mondtad, hogy visszatértünk a gyökerekhez, de ezt nem adtuk még elő is ahol. Mi vagyunk a Dásodráz Performance, egy zenei performance, igazából egy koncertet és egy vizuális élményt adunk egyszerre. Az a célunk, hogy aki eljön egy koncertre, vagy megnézi egy videoklipünket, vagy meghallgatja bármelyik dalunkat, akkor az kicsit kiszakadhasson a valóságból és a problémáiból, és egy kellemes kis világba csöppenhessen. A Csetamás programnak köszönhetjük ugye többek között az új lemezünket, a Tüzet hozzá békét Szics keresztelt albumunkat, ami jóval popposabb, mint mondjuk az eddigi albumjaink. Egy új videoklipünket, ami az Adj egy csókot című dalnak készült, média turnét és ilyen zseniális koncerteket. Nem érzem az arcom, amikor veled vagyok, de ezt imádom,